Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge. Megnézzük a mester összes moziát, és mindegyiket jól kielemezzük. A következő filmje az ember, aki túl sokat tudott. Jöjjön a spoiler! Téli olimpia van Svájcban, amikor Betty kiskutyája befut egy síugró elé, aki felborul. Betty anyja lövészetben versenyzik, de a lány itt is bezavar, és az anyja veszít. A síugró és anyu tánccal gyógyítják a kudarcélményt, amikor apu rájuk köt egy fonalat, hogy jelezze, ő is itt van. Ekkor van a lövés! Ami pont eltalálja szegény síugrót, de a halála előtt még elmondja, hogy a borotválkozó pamacsát vigyék el a brit konzulnak. Take it to the British Council. Apa átkutatja az elhunyt szobáját, talál is a pamacsban egy cetlit, pont időben, mert befutnak a zsaruk, hogy elvigyék kihallgatni. Bettyt közben elrabolja egy gonosz bácsi, és üzen a szülőknek, hogyha egy szót is szólnak, a lányt kinyírja. Londonba teleportálunk, ahol anyu a gyerekszobában vonatozik Clive bácsival. Aput meg a cetliről kérdezi egy nyomozó, mert azon van, hogy mikor és hol fognak megölni egy külföldi politikust. I'm sorry, Mr. Gibson, but we're not interested. Apu és Clive bácsi saját nyomozásba kezd, a cetli alapján elmennek egy fogorvoshoz. Clive bácsinak ugyan semmi baja, de azért megműtik. Aztán bemegy apu is. A fogkőtisztítás eszkalálódik, folytogatják egymást, végül apu altatógázzal kiüti a dokit. Gyors szerepcsere, még pont fel tudja venni a köpenyt, mikor befut a két rossz fiú. Kiderül, hogy náluk van Betty, úgyhogy apu és Clive bácsi követi őket a napimádók templomába, ahol beállnak énekelni a hívek közé. There's trouble coming soon. A papnő meghipnotizálja Clive bácsit, apu pedig székeket dobál a rossz fiúkra, akiktől előkerül egy koncert egy Royal Albert Hallba. Clive bácsi magához tér, kimenekül és leadja a drótot anyának. The Albert Hall. Aput foggyulejtik, viszont végre találkozik Bettyvel. Daddy! Végighallgatják rossz fiúk tervét, hogy a koncert alatt a cintányíroknál kell majd lőni. There. Anyu megérkezik az Albert Hallba, ott az áldozat és ott a gyilkos is. Itt kezdődik egy 5 perces jelenet, ahol tankönyvi módon fokozódik a feszültség, a zenekar rázendít, a kórus énekel, a gyilkos fegyver előbukkan, jön a cintányér, anyu pedig! A gyilkos menekül, a rendőrök utána. Egészen a templomig követik, ahonnan viszont lőnek rájuk. Egyéni sorsokon keresztül látjuk a tűzpárbaj borzalmait, a rossz fiúk is hullanak, apa viszont már majdnem meglép Bettyvel, amikor eltalálja a gyilkos. Betty kimászik a háztetőre, a gyilkos utána, de nem merik lelőni lentről, mert túl közel áll a lányhoz. Ekkor a sportlövő anyuka elveszi a puskát, és kivégzi a gyilkost. A rossz fiúk vezérét egy ajtó mögött éri a halál. Apa, anya és Betty pedig végre egymásra találnak. Tipikus Hitchcock, hogy a sztori szempontjából lényegtelen, hogy a külföldi diplomatát végül sikerült-e kinyírni, elárulom, hogy nem, az anya sikolya megmentette. Évek óta Hitchcock fiókjába helyezte a forgatókönyv, és most még át is írta. Megérte, mert szuperlatívuszokban beszélnek róla a kritikák, és ebben a filmben már benne van a későbbi Hitchcock klasszikusok receptje. Az eseményekbe véletlenül sodródó ember, látványos jelenetek néha következetlenül... és egy tudatos, erős női karakter. Ezt az utolsót az 1934-es poszteron úgy írják, hogy a lányokból fiúk lesznek. Mondjuk apu nem biztos, hogy ezt így gondolta, legalábbis itt ez az elég érdekes búcsú jelenet. Apu egyébként laza, amikor már mindenki a felesége karjába fekvő hullát nézi, még gyorsan rágyújt, vagy amikor verekednek és dobálják a székeket, a cigi ott se esik ki a szájából. Bennem az is felmerült, hogy honnan és miért rántja elő a pisztolyt a fogorvosnál. De erre Hitchcock is azt mondja, hogy a közönség nem mindig kíván logikus magyarázatot, vannak dolgok, amik egyszerűen átcsúsznak. És ugye mennyi mindenkit inspirált, leginkább Hitchcockot saját magát, mert 20 évvel később Hollywoodban újra forgatta ezt a filmet. De honnan jött az ős inspiráció? Svájcban volt a NASZ útja, ezért indul ott a film, de hogy a lövés a cintányérral együtt legyen, azt egy képregényből vette, ahol egy jó ember egész nap készülődik a munkába, ami
az, hogy a koncert alatt egyetlen egyszer fúj bele az oboába. Ezt mások is feldolgozták, a legjobb, amit láttam, az Simonyi Balázs készítette, link a leírásban. De ha már inspiráció, ha egy korabeli angol nézőt kérdeznek, akkor ő biztos, hogy a Sydney utcai ostromot mondja. Fennmaradt pár híradó részlet, és kísérteties a hasonlóság a film jelenetekkel. Kurt Kuram volt az operatőr, aki a németek elől menekült, a gonoszok vezérét játszó Peter Lorral együtt, aki a szövegét fonetikusan tanulta meg, mivel nem beszélt angolul, de magyarul sem, pedig Rózsahegyen született Löwenstein László néven. Itt a Hitchcock, hol a Hitchcock? Ott egy Double Decker, itt meg egy Alfred, és ki az ott mellette? Hát Charles Bennett, a film másik írója. Az ember, aki túl sokat tudott, közkincs, azaz bárki szabadon másolhatja, de azért a YouTube-on is fönn van link a leírásban. Aki pedig megmondja, hogy honnan jön a film címe, az kap egy csokit, az előzőt három rétegi papír zsebkendőn nyerte, mert a 17-es számú házban megtalálta a cicát. Jöjjön a kedvenc snittem, ami nem az, amikor ezek az ujjak mutogatnak a lyukra, hanem amikor ez a négy rossz életű hátra néz ránk. Lájkoljatok, iratkozzatok föl, vagy nézzetek további videókat a csatornáról, a következő film a 39 lépcsőfok lesz, amiről nem tudok semmit.